Üdvözlöm Önöket, Sarka Kata vagyok, ez pedig az SZSZSZ Életmód Percek. A sport örök, a sport kortalan, a sport szerelem és szenvedély egyszerre, ami annyi mindent adhat nekünk. Egészséget, célt, kihívást. A következő pár percben megmutatjuk, kinek mit. A mozgás a testnek és a léleknek is jót tesz, csökkenti a stresszt, valamint fejleszti a memóriát. A sport jótékony hatásairól már sokat beszéltünk itt az SZSZ magazinban, most az életkor szempontjából járjuk körül majd ezt a témát. Riportunk szereplői szerint mozogni kortól függetlenül mindig mindenhogy jó. Először is én állandó jelleggel mozogtam életemben, tehát a táncversenyzéstől kezdve a testépítést 50 fölött kezdtem csinálni. És hát mondjuk arra is figyelek eléggé, hogy mit eszem. Mindent elkövetek, hogy lehetőleg kitartsak, mert hát szeretem csinálni, amit csinálok. Ha ezen túl vagyok, akkor biztos, hogy elkezdek megint vadul tornászni, meg minden, de kénytelen vagyok, mert hogy én az életért harcolok, az életemért tornászom, nem azért, hogy bajnoknő legyek. Az életközépi válságnál ugye korábban élt ez a sztereotípia, hogy a férfiak új autót vesznek, vagy sportautót vesznek, meg lecserélik a feleségeiket fiatalabb hölgyekre. Addig most például a teljesítmény az, ami trendinek mondható. Tehát, hogy az egy olyan kihívás, amire úgy néznek, hogy ezt a fiatalabbak meg tudják csinálni. És akkor jön ez az érzés, hogy hát ha ők meg tudják csinálni, akkor én is megcsinálom. És ha én meg tudtam csinálni, akkor még nem is vagyok olyan öreg. Tehát, hogy az életközépi válságot ezt sikeresen tompíthatja, vagy finomíthatja, és segítheti ennek az átélését, hogy ezért én még képes vagyok egy csomó mindenre. Minden évben van az én életemben egy-egy kihívás, amit általában kitalálok magamnak. Korábban volt mondjuk egy Dakar Rallyn való indulás, vagy a Pamir 7000-es csúcsainak támadása, vagy egy 4 napos túlélő verseny Horvátországban. Erre az évre egy szép kerek évforduló kapcsán az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha 6 évtized, 6 sportág, 6 bajnoki cím, egy ilyen felkiáltás, egy ilyen kihívást, egy ilyen projektet megpróbálnék végigvinni ebben az évben, ami arról szól, hogy az elmúlt 6 évtizedben általam üzött 6 kedvenc sportágon mindegyikében egyetlen szezonon belül nyerjek bajnoki címet. Sziasztok, sportos, szép napot! Nos hát ez itt Tenerife és a lelepleződés pillanata. Én szerencsés vagyok, tényleg nekem a apai és anyai ágról is a legjobb gének jutottak. Ettől független lesz csak a kiindulási alap, és utána az életmódon múlik minden. Tehát én azt gondolom, mindenki számára, orvosok is ezt találtámaszták, hogy akár 120 év is rendelkezésre áll. De nem is ez a legfontosabb, hanem hogy az életminőségünket minél hosszabb távon, magas szinten tudjuk tartani. Két és fél éve történt a nagy gondolat, hogy én egy kicsit megpróbálok életmódot változtatni. Igazán azokat a gyakorlatokat, ilyen futás, meg egyebek, azt én nem állt túlságosan közel hozzám, ezért választottam inkább azt, hogy egy kicsit izmot próbálok növeszteni magamon. Ebben nagyon fontos lesz a súlyt, hogy mindenképpen a kedves nézőknek, hogy Tomika 180 kilóval nyom. Magyarország legerősebb podcastával lesz dolgunk. 40-50 fölött ugye már nagyon kijönnek azok a testi változások, amik az időskorral együtt járnak. Ilyen lehet egy cukorbetegség, ilyen lehet a vérnyomás emelkedése, tehát bármilyen biológiai folyamat, ami a természetes része az életünknek, és ebben a sport egy nagyon jó karbantartó erő, vagy akár javíthat is. Tehát például cukorbetegeknél megfigyelték, hogy akár csökkenhet is a cukorbetegség szintje, de legalábbis nagyon jól karban tudja tartani. Ugye, ha az ember elhagyja az 5.-6. X-et, hajlamos arra az életmódra berendezkedni, hogy ja Istenem, itt fáj, ott fáj, fölkeltem reggel, akkor most mi történjen? És ez így van valóban, hogyha az ember 6. X után 65-70 év felé közeledve fölébred reggel, és nem fáj valami, akkor gyanús neki, hogy szűzanyám, mi történt. Ezért a mozgás az nagyon-nagyon fontos, és nagyon kell. A mozgás az rendkívül egészséges, nem csak azért, mert megelőzhetünk bizonyos betegségeket, hanem azért is, mert bizonyos betegségek esetén gyorsabban túljutunk azokon,
És nem beszélve arról, hogyha mi nem mozgunk, akkor előbb-utóbb nem csak a mozgásszervi területen jelennek meg bizonyos eltérések, hanem valójában az egész szervezetünkben valamiféle kár keletkezik. Ugye nagyon sok nyugdíjas így magányossá válik, tehát nyalogatja sebeit, ja Istenem, mi lesz a mai nap, és a közösségbe való tartozás. Tehát belekerülök egy olyan csapatba, amelyik kirándulni szeret, amelyik táncolni szeret, valamilyen közös hobbit csinál, oda belekerülök, és egy új családba kerülve mindjárt úgy érzem magam, hogy enyém a világ, miénk a világ idősek. Hallhatták, sportolni korhatártalanul lehet. Mi az, hogy lehet egyenesen kötelező? Szinte mindegy életünk melyik szakaszában leszünk a sport szerelmesei, csak valamikor tényleg kezdjünk el edzeni. És hogy miért? Mert soha nem késő. A mozgás örök. Hallhatták, rendszeresen mozogni igenis megéri. Ne felejtjék, folyamatosan találkozhatnak az SZ Zsír életmódpercekkel itt a Live TV-ben. Viszlát!